Ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai tékák polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettük végig. Visszajövök! Ezek voltak az alámondásos filmek. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai. Láttad, mit mutatott ez a személy disznó? Gyerünk utánuk! Utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Rendőr úr! Fogd be a pofád! Péter! De rendőr úr! Azt mondta, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocska? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat! Bastiano Coimbra della Coronia vagyok. Ki az védő? Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony, nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr! Engedj már kiszállni! Á, a Coimbra urak! Hát igen, persze, a Coimbra urak, félreértés történt! Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom borzasztóan, de hát... Bizony, amilyen időket élünk. Ajaj. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Azám. 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Oh, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk. Ugyan, de hogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, de hogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai.
mit mutatott ez a személy disznó? Gyerünk utánuk! Utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Éter! De rendőr úr! Azt mondta, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocska? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat! Bastiano Coimbra de la Coronia vagyok. Ki az védő? Ő pedig a kuzinom Antonio. Te Tony? Nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. Á, a Coimbra urak. Hát igen, persze. A Coimbra urak, félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, amilyen időket élünk. Ajaj. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Azám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Oh, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogy ne? Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk. Ugyan, de hogy, miért is ne? Régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai. Láttad, mit mutatott ez a személy disznó? Gyerünk utánuk! Nem utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Kimeritek ütni a szátokat, végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Éter! De rendőr úr! Azt mondtam, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocska? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat!
Bastiano Coimbra de la Coronia vagyok. I az védő. Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony, nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. Á, a Coimbra urak. Hát igen, persze, a Coimbra urak, félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, megérte... bizony, amilyen időket élünk. Ajaj. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Azám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Oh, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk. Ugyan, de hogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai. Láttad, mit mutatott ez a személy disznó? Gyerünk utánuk! Nem utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Okay. Végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Héte! De rendőr úr! Azt mondta, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocskám? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat! Bastiano Coimbra de la Coronia vagyok. I az védő. Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony? Nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. Á, a Coimbra urak. Hát igen, persze, a Coimbra urak, félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, megérte... bizony, amilyen időket élünk. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Azám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Oh, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk.
Ugyan, dehogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai. Láttad, mit mutatott ez a személy disznó? Gyerünk utánuk! Nem utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Okay. Végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Éte! De rendőr úr! Azt mondtam, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocskám? Talán félreértette a tisztelegésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat! Bastiano Coimbra de la Coronia vagyok. I az védő. Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony? Nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. Á, a Coimbra urak. Hát igen, persze, a Coimbra urak félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, megérte... bizony, amilyen időket élünk. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Az ám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Oh, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk. Ugyan, dehogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai.
Láttad, mit mutatott ez a személy, disznó? Gyerünk utánuk! Nézd csak át! Nem utánunk jönnek, menj tovább! Be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Okay. Csak én beszélek velük. Ha kimeritek ütni a szátokat, végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Héter! De rendőr úr! Azt mondtam, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocskám? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat. Bastiano Coimbra de la Coronia vagyok. I az védő. Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony, nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. A Coimbra urak. Hát igen, persze, a Coimbra urak, félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, megérte... bizony, amilyen időket élünk. Ajaj, micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen, meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Az ám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak... Akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Ó, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk. Ugyan, dehogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, Móka mester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai. Láttad, mit mutatott ez a személy, disznó? Gyerünk utánuk! Nem utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Okay. Kimeritek ütni a szátokat, végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Héter! De rendőr úr! Azt mondtam, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocskám? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat.
Bastiano Coimbra della Coronia vagyok. I az védő. Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony, nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. Á, a Coimbra urak. Hát igen, persze, a Coimbra urak, félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, megérte... bizony, amilyen időket élünk. Ajaj. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Az ám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Ó, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk. Ugyan, dehogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Kövess minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem. Ebben az életben, kedves Coimbrák, a rossznak is el kell valamikor jönnie. Hé, húzd fel az ablakot. Meleg van, alig kapok levegőt. Hadd levegőzzön csak nyugodtan. Ezek úgyis az utolsó szippantásai. Láttad, mit mutatott ez a személy disznó? Gyerünk utánuk! Utánunk jönnek, menj tovább. Állj be a parkolóba és hagyd elmenni őket. Oké. Okay. Végetek van, világos? Jó napot, rendőr úr! Fogd be a pofád! Éte! De rendőr úr! Azt mondtam, fogd be a pofád! Mi a bajod, barátocskám? Talán félreértette a tisztelgésem. Így szoktál tisztelegni, mi? Kiszállni! Vidd innen a lábadat! Bastiano Coimbra della Coronia vagyok. I az védő. Ő pedig a kuzinom Antonio. Te, Tony? Nem akarod üdvözölni ezt a kedves rendőr urat? Üdvözlöm, kedves rendőr úr. Engedj már kiszállni. Á, a Coimbra urak. Hát igen, persze, a Coimbra urak, félreértés történt. Igazán sajnálom, hogy félreértett. Biztosan az én hibámból történt. Nem, nem, hát miket mond, uram? Én sajnálom, borzasztóan, de hát... Bizony, bizony, amilyen időket élünk. Ajaj. Micsoda véletlen egybeesés. Éppen a rendőrtiszti főiskolára tartottunk. Valóban? Igen. Meg akartuk örvendeztetni a tanulókat 5000 jeggyel a vasárnapi mérkőzésre. Az ám, 5000 jegy. 5000? Tudja, csak akkor esik jól a munka, ha közben néha pihenünk is. Mennyire igaz, uram. És azok a fiúk aztán tényleg dolgoznak. Tudjuk. Ha akarják, elkísérjük önöket a főiskoláig. Ó, köszönjük, igazán nagyon kedves. Hogyne. Nem lenne túl nagy kérés, hogy az önök kocsijában mehessünk.
Ugyan, dehogy, hát miért is ne? Há, régi vágyam, hogy beülhessek egy rendőrautóba, méghozzá büntetlenül. Elviszik a Coimbra urakat a rendőrtiszti főiskolára, te ülj be ide! Parancsoljanak, uraim, szálljanak be. Köves minket, mókamester. Igen? Remélem, nem mindig hajt át a piros lámpán. Ugyan, dehogy kérem.